Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 17-én, kedden 19 óra 45 perckor. Covid ide, pandémia oda, mai adásunkban is pezseg majd a kulturális élet. Először egy beszélgetést láthatnak Bakonyi István, József Attila Díjas irodalomtörténésszel egy most megjelent kötetéről, majd Meister Éva színművész jóvoltából megszólalt Trianon harangja. Ezután beszámoló következik a Vidám Kreatívok papírfonó kiállításáról, míg végül Demeter Zsófia mondja el szakvéleményét a magyar vitéz szobra körül kialakult polémiáról. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok! Egy kötetet tartok a kezemben Bakony István írók költők nyomában. Bakony István, József Attila és Tóldi Ferenc díjas irodalomtörténész, mint tudjuk, főiskolai tanár, bár már nyugdíjas, a Vörösmarty Társaság tagja, illetve a Csóri Sándor Társaság elnöke. Nagyon is jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban, több mint 30-40 esztendő múlt el azóta, 31 néhány fontos kötet jelent meg részedről, kis monográfiák, interjúk, elmélkedések, naplók, kritikák, magyar írók, költők bolygópályáiról, ahogy te fogalmazol. És nagyon sokkal járultál hozzá a kortárs, és nem csak a magyar kortárs irodalom megismeréséhez, és nem csak kortárs irodalom természetesen. De én azt gondolom, hogy stílustanulmány minden egyes írásod. Én ezért azt mondom, hogy most kivételesen ne is egy valamiről beszéljünk, hanem általában essék szó erről a kötetről, hiszen ebben is nagyon sok mindenki van. Tehát ha kezdem, egészen Montenegróig egy út, de nagyon sok kritika Csóri Sándortól Montenegróig, ha úgy tetszik. Honnét jött a gondolat, hogy ismét jelentkez egy ilyen kötettel? Hiszen tudjuk, hogy azért termékeny vagy irodalomtörténészként, tanárként mindenféle értelemben. Igen, sokat dolgoztam az elmúlt években is. Számos folyóban jelentek meg különböző írásaim, de hát, ahogy mondtad is, vegyes műfajú ez a kötet, és arra gondoltam, hogy jó lenne ezt egybegyűjteni, ami az utóbbi néhány év terméséhez tartozik, és ebben Fenyves Jótó és Kirián László, a Veszprémben élő kiváló irodalmárok partnerek bizonyultak, és hát a Várutca műhely könyvsorozat keretében jelent meg a néhány nappal ezelőtt ez a kötet. Igen, arra is gondoltam, miközben szerkesztettem ezt a könyvet, hogy a írókról, költőkről szóló írások mellé fölveszek olyan írásokat is, amelyek hát jobb szó, ilyen alkalmi írásoknak számítanak, ez is annak a ciklusnak a címe, amiben ugyancsak vegyes műfaj van, hiszen van, amikor emlékezem elhunyt alkotókra, van úgy, hogy útirajzot írok, van úgy, hogy ünnephez kötődő szöveget írok. Ezek mindenképpen a személyesebb énemhez tartoznak, ha úgy tetszik, és hát nyilván el is különülnek a kritikáktól és a tanulmányoktól. Mi a különbség, amikor visszatekintesz, hiszen itt van jó néhány olyan visszatekintés, gondolok itt Csóri Sándorra, Kodolányi Jánosra, Sík Sándorra, Sobor Antalra, és így tovább. Hogy választasz magadnak, hogy lesz belőle úgy egy kritika vagy éppenséggel egy tanulmány, hogy az visszautaljon a múltba és megerősítse az adott íróról az elképzeléseidet? Az esetek többségében én válaszom meg a témákat, de van úgy is, például a Sík Sándorról szóló elemzésem, az felkérésre készült, hiszen Sík Sándor konferencia volt néhány évvel ezelőtt Székesfehérváron. És hát arról nem is beszélve, hogy miután Székesfehérváron élünk és a megyéhez tartozunk, így különösen figyelek azokra a szerzőkre, akik kötődnek hozzánk, hiszen ilyet Csóri Sándort említetted, Kodolányi Jánost is említetted, akinek nem a prózáról, hanem a verseiről írtam, ugyanis köztudott róla, hogy Székesfehérváron lett költő, és amikor itt gimnáziumba járt, akkor igazából még a versírással foglalkozott, és ez szűnt meg később, bár hozzáteszem, hogy a prózájában is föllelhetők a lírikus elemek. Aztán figyelek olyan szerzőkre, mint László Zsolt, Nérer György, vagy például Jankó Laura. Igen, aki ugyancsak, hát akik itt vannak köztünk. Igen, akik nyilván köztünk vannak a városban vagy a megyében, de hát olyan életműveket hoztak létre, amelyek én azt hiszem a szerves, vagy a mai magyar irodalom szerves részeit képezik. Ritkán beszélünk arról, hogy vannak-e kedvenceid. Ugye vannak visszatérő szerzők nyilvánvaló, akikkel sokat foglalkozol, hát a maiak közül Petrőci Éva közéjük tartozik mindenképpen, Jankó Laura feltétlenül, és ahogy mondta, tehát most Nérer György új, akinek szintén megjelent most egy kötete, de a régiek közül pedig Csóri Sándor, ugye az alapvetés?
Hát némi túlzásra azt is mondhatnám, hogy akikről írok, azok a kedvenceim közé tartoznak. Ez persze azért nem egészen fedi a valóságot, de többnyire az a szabadság megadatott nekem, és ennek nagyon örülök, hogy többnyire olyan szerzőkről tudok írni, akiknek fontosnak tartom az életművét, tehát ha úgy teszik a szívemhez és az ízlésemhez is közel állnak. Csóri Sándor, miért lettél Csóri Sándor elkötelezett? Én azt gondolom, hogy az ország egyik legjelentősebb olyan irodalomtörténésze vagy, aki betéve tudja Csóri Sándor egész életművét, és ezt elénk tárja. Ez túlzás azért, amit most mondtál, de jó esik. Egyik, legyen az egyik, kihagytam az egyik jelző. Én azt hiszem, a gyökerek azon túl, hogy tudta mindig azt, hogy ő zámoly szülötte és számos szállal kötődik Fehérvárhoz, és a világképe, a egyéb tevékenysége és rokonszenves volt a számomra, de lehet, hogy a gyökerek inkább Németh Lászlóhoz vezetnek vissza, ha Csóri életművével foglalkozom. Ugye mindkettőre jellemző, hogy remek esszéírók is voltak. Ezt többször leírtam és elmondtam már, hogy a Csóri esszé szerintem annak a folyamatnak a része, amely folyamat élén számomra Németh László esszéírása szerepelt. Ugyanakkor az is közismert, hogy Németh László elsősorban prózaíró volt, Csóri meg elsősorban költő, de a világképük, a magyar történelemről, a magyar sorsról való nézetek szoros rokonságban állnak egymással. Csóri persze abban különbözik mindenképpen Némettől, hogy szervesen részt vett a közéletben, és ha úgy teszik, a rendszerváltozás előtti folyamatokban, és hát a rendszerváltás utáni folyamatokban is. Valahogy ezek a dolgok hoztak össze, az én tudatomban hozták össze ezt a két szerzőt. Nagyon sokszor fogalmazol játékosan, és mivel most Sobor Antalról, Sobor tanárról szeretnélek kérdezni, egy részlet a kötet Erdély utakon című írásából, ez imígyen szól: következő utam 1994-ben vezetett keleti végekre, akkor tájtatta ki a Vörösmarty Társaság Bajor Andor Állj Arany Talentom című kötetét, és ebben az ügyben indultunk Erdélybe. Vittük a fehérvári barátokkal, dr. Martin Gizellával, Román Károllyal és Sobor Antallal az új könyvet, amelynek példányait simán átengedték a határon, pedig akkor még híres hanva sem volt az Európai Unióba csatlakozásnak, zárójelben, és itt jön a játékosság, vagy csalatkozásnak. Az is a képhez tartozik, hogy éppen akkor nem engedték be Romániába a román királyt. No, viszont Román Károlyt beengedték, mint ahogy titeket is, és az két olyan névvel találkoztunk, Román Károly és Sobor Antallal, aki már nincs köztünk. És sajnos, Martin Gizella sincs és Martin Gizella sincs sajnos. Nagyon sokat köszönhet neked a jelen Sobor Antallal kapcsolatban is. A Perej Uram többek között, amelyet a Vörösmarty Színház is nagy sikerrel bemutathatott, és a te gondolatod. Miként kötődsz Sobor Antallhoz? Nagyjából azt tudnám mondani, amit az előzőekben is mondtam, hogy Sobor Antall pedagógusi, írói tevékenysége, egész egyénisége nagyon rokonszenves volt az első időktől számomra. Viszonylag korán megismerhettem, hiszen amikor Fehérvárra kerültem tanítani 1976-ban, akkor ő már itt nagyon köztiszteletváló író és tanárszemélyiség volt. Mindenhol elmondom, ahol csak lehet, hogy sajnos nincs annyira benne a köztudatban az ő regényírói tevékenysége vagy novellisztikája, amit megérdemelne, hiszen a Perej Uramat említetted, ugye? Már ami... ebben a kötetben a hosszú háborúról. Igen, és hát azt akarom mondani, hogy a hosszú háború, amivel itt foglalkozom újra egy rövid kis elemzés tekintetében, vagy éppen a egyéb művei, ide a novelláit is ide sorom természetesen, ezek biztos, hogy a magyar próza élvonalába repítik ezt az életművet, csak hát ugye a feledés az nagy úr, és hozzá hasonló tehetséges írókról és költőkről is kevés szó esik. Azt gondolom azonban, hogy a modern történelmi regény vonalán ő főként ezzel a két művével nagyon fontos értékeket tett le az asztalra. Igen, és azt hiszem, hogy abban is nagyon sokat köszönhetünk, hogy Jankovics Ferencet említeném, és Bokros Jánost. Bokros János itt van elvileg köztünk még, mármint abban az értelemben, hogy a szelleme mindenképpen. Aztán mégis egyre többet kell, hogy beszéljünk arról a protestantizmusról, ami meghatározható lenne a napjainkban is. Igen, Jankovics Ferencet említetted, ő kétségül megkapta az elismerést már életében, hiszen Kossuth-díjas író és költő volt.
Fehérvári születéséről szoktunk megemlékezni alapvetően. Bokros János viszont egy kicsit Soborhoz tudnám hasonlítani olyan szempontból, hogy ő sincs benne a köztudatban, és abban is biztos vagyok, hogy a költészete méltóvá teszi arról, hogy írjunk róla. A protestantizmus kötődéséről jut eszembe, hogy ugye különböző versei ebből a szempontból is igencsak fontosak voltak, hiszen a tanár lét mellett ez a fajta szellemi kötődés is nagyon fontos volt az ő számára. Essék még szó a maiakról. Jankó Laurát azért említem, mert őt most magasba repítette a sors, ha úgy tetszik, tehát a Magyar Írók Társasága kapcsán is, de ráadásul ő egy különleges tehetség, és hát onnét jött, amit mi nagyon-nagyon szeretünk, határainkon túli. Magyar. Éppen a napokban olvasom a te interjúdat Jankó Laurával, hiszen ez majd, hogy nem akarom reklámozni, de majd egy következő interjúköteted egyik szereplője lesz. Kétségkívül örülhetünk annak, hogy Velencén él, tehát ha úgy tetszik, a szűkebb haza az tartozik. Az ő költői, írói, néprajzi tevékenysége, a mélységes hiten alapuló világképe nagyon rokonszenves számomra. Nem véletlen az, hogy végülis azt hiszem a csángó származású szerzők közül ő az egyetlen, aki a mai irodalmi életben nagyon fontos szerepet tölt be, nagyon kifinomult, Pilinszkihez hasonló költészetet ír többen is. Azt hiszem, az interjúban is elhangzott, hogy a női így szokták emlegetni. Igen, nagyon, és hát arról nem is beszélve, egy fiatal alkotóról van szó, aki előtt még szerintem igen nagy jövő áll. És ha már a hölgyeknél tartunk, akkor szó kell, hogy essék mindenképpen Petrőczy Éváról, hiszen ő gyakorta jár Fehérvárra, és azt hiszem, hogy a magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakja, akit sokat tett azért, hogy Fehérváron is elterjedjen a Petrőczy kultusz. Igen, vele is már évtizedek óta foglalkozom, vagy is az életművével. Egyébként napi kapcsolatban mondjuk, ha úgy teszik, nagyon sokszor beszélgetünk telefonon. És itt most nem is a költő, vagy az irodalomtörténész Petrőczy Éva került a középpontban, hanem az a regényíró, aki egy olyan sajátos családregényt írt az elmúlt években, ami sokkal több, mint a saját gyökereiről szóló kiváló alkotás, mert én azt hiszem főként a keresztény-zsidó párbeszéd értelmében, annak a jegyében ez a regény mindenképpen nagy sikerekre ad lehetőséget. Nos, hát körülbelül ennyi időnk volt, viszont egy 2009-ben született Erdély utadról egy rövid gondolatot, Erdély utakon címmel a vége, pedig ez csak az egyik út Erdély gyönyörű tájain, itt a vége az egész történet. A kegytemplomban elcsöndesedni, fohászkodni, letenni gondjaidat, nyilván Csíksomlyóról van szó, vagy kinézni szobád ablakán a Hargitára, kirándulni Tamási Áronhoz, Farkaslakára, Orbán Balázshoz, Szejkére. Itt tisztább lesz a szív, valami nagy-nagy békesség költözik beléd. Olyasfajta, mint amiről Reményik Sándor ír, ami itt kezdődik, idebent. És jössz haza az anyaországba, ám nem szabadulsz a gondolattól, jó anya-e ez az ország. Ezzel búcsúzunk, és hát erősíts meg, hogy azért csak-csak jó anya ez az ország. Legyen így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pista. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Nos, a beszámolóink sorában először a Királykút emlékházba látogatunk el, ahol Meister Éva erdélyi származású színművész volt a vendég, Trianoni harangok című műsorával. Kaldosboton, törött mankón jövünk búcsút járni. Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Folytatódott a Fejér Szövetség hétvezér esték programsorozata. A Királykút emlékház vendége a kiváló erdélyi származású színművész Meister Éva volt, aki a Trianon harangja című emlékestjével tisztelgett 100 éves sorstragédiánk gyászévében a nemzeti összetartozás éve előtt. Ilyen ünnepeket kell tennünk, mint amilyen most az 509. hétvezérest, és el kell juttatnunk a hírt, hogy nem felejtünk, soha, soha nem felejtjük el, hogy nekünk testvéreink élnek határon kívül,
akaratukon kívül, gyakorlatilag vannak olyanok, még élnek, akik többször is megélték azt, hogy lefeküdtek még magyar állampolgárként és más állampolgárként születtek. Meg kell értetnünk magunkkal és a világgal is évről évre, napról napra, pláne most, a mai napon, amikor tudjuk, hogy milyen szavazás történt Romániában, ahol ünneplik azt a napot, ami számunkra egy gyötrelem, és nem csak számunkra, hanem színművésznő számára is, aki meglátogatott minket, tehát tiszteletét teszi nálunk a királyi városban, nagyon örülünk ennek, és említeni kell minden nap, hogy ez nem ért véget, megoldás kell. Ezt közösen kell kitalálni a magyar nemzetnek. Éjfél van a Dunatáján, magyaroknak éjszakáján nincs más kibírrasszon. Maradtalom, testvértelem, hozzád vett a veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megdökötték, ami bennük szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk ég volt. Meister Éva emlékesti a trianoni békeparancs utáni magyar életérzésről, az egyén és a közösség tragédiájáról szólt, de a reményről, a hitről is, hogy a nemzet és a magyar haza örökké él, s hogy voltunk, vagyunk és leszünk az idők végeztéig. A szétszakítottság adta nekem azt az alkalmat, mert nem a Trianon 100. évfordulója, mert én ezt a műsort már régebben is bemutattam, és régebben készítettem el. Tehát nem egy évfordulóra készítettem, hanem az az életérzés, amit én, mint erdélyi magyar, megélhettem, vagy megélhettem Erdélyben olyan 31 néhány éven keresztül, a Ceausescu rezsim jó voltából, ugye? És hát nyilván, hogy ezek az életérzések, én, mint aki onnan az üldöztetés elől elmenekültem a betiltott íróférjemmel együtt, ezek az érzések kavarognak egy színészben, és valahol meg szeretné mutatni, vagy el szeretné mondani azokat az érzéseket, amik felgyűlemlettek benne, és így jutottam el mondjuk ahhoz az előadáshoz, amiben trianoni versek is, meg trianoni részek is voltak, de egy egész nagy átfogó történelmi lecke tulajdonképpen az előadásom, amiről beszélek, tehát amivel elindult ez a trianoni gondolat, és akkor nyilván, hogy abból kiemelve ezeket a verseket hozzátettem a többi verset is még, amiket találtam meg, amit úgy éreztem, hogy az nekünk való, és akkor ezekből állítottam össze ezt a Trianoni harangok című műsort. Hargít a felőleg dallamon, sodor felénk a szél, ki lelkének hangját megtalálja, hidd el, soha se fél. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianontól szenved a magyar, mondd miért hagytuk, miért. A trianoni összeállítás verseiben, dalaiban a bizakodás, a remény, az élni akarás csendült fel, megerősítve, hogy egy megcsonkított és meghurcolt nemzetnek kell, hogy adjanak írt, elkölcsi támaszt a lelkek fájdalmára, a túléléshez, a megmaradáshoz, a jövőhöz. Az ősi magyar vér. Az Aranybulla könyvtár is ünnepelhetett is, hiszen remek papírfonó kiállítást nyitottak, és nagyon sokan nézték meg. Nézzük meg az erről szóló beszámolót. Varázslatos kiállítás zárt a kapuit az Aranybulla könyvtárban. A Vidám Kreatívok papírfonó csoport alkotásai ismét bizonyították, a kreatív együttgondolkodás, a közösség ereje milyen kivételes erővel bír, mert bár a csapat a koronavírus alatt nélkülözte a személyes találkozást, mégis szebbnél szebb használati tárgyak készültek a közönség örömére.
A jelenleg 15 főt számláló csoport 2019. februárjában indult, de jelzésértékű, hogy már röviddel megalakulásuk után a Közösségek Hete és az Országos Könyvtári Napok programsorozatához is sikerrel csatlakoztak. A mai világban különlegesek. Gyerekkoromban én nagyon sok idős bácsit láttam kosarat forni, és mindig is szerettem volna megtanulni. És mikor nyugdíjas lettem, akkor kerestem a helyet, ahol én ezt meg is valósíthatom. Hát sajnos a lakásunk nem alkalmas vesszőfonásra, viszont rátaláltam a papírfonásra, ami újra hasznosított papír, újságokat, szórólapokat használunk fel az elkészítése során, és én úgy gondolom, hogy a mai világban az nagyon jó dolog, hogy csökkentetjük vele a szemét mennyiséget. Honnét van a motivumrendszer, és hogy alakult ki a csapat, hiszen látom, hogy számtalan alkotó szerepel ezen a tárlaton. Hála Csisárné Máler Mónikának, a könyvtár vezetőjének, és az ő kis csapatának, ők kértek fel bennünket, hogy ha nincs hely, ahol alkothatunk, ők nagyon szívesen befogadnak bennünket. És először papírfonásként indultunk, de a hónapok, ahogy teltek, belekóstoltunk a quillingbe, a papírhajtogatásba, a festegetésbe, mert hiszen a munkáinkat is kell festeni, ahhoz meg kell ismerni a festékeket, egyéb dolgokat, és az egyik hozta a másikat magával. Tehát ez nem csak papírfonóklub, nem csak hajtogatóklub, nem csak quillingezőklub, ez egy baráti társaság. És ide bárki jelentkezhet, és én úgy érzem, aki nem közénk való, az előbb-utóbb magától úgyis lemarad. Meddig tarthat ez, hiszen azt látjuk, hogy gyönyörűek ezek a tárgyak. Tartós. Az én menyem egy gyümölcskosarat szinte havonta folyóvíz alatt elmos, megszárít, és használják tovább. A szomszédasszonyom a temetőbe vitt kikoszorút ősszel, tavasszal behozta, egy-két kis díszlepottyant, más baja nem történt. Tehát ha az normálisan jó anyaggal le van kezelve, akkor nagyon tartós használati tárgyat lehet belőle készíteni. Ahogy a felkonferálásban is már jeleztem, Óman Béla szobra körül áll a bál, ha úgy tetszik, polémia alakult ki a Magyar Vitéz szobra körül. Erről beszélgetett Látrányi Viktória Demeter Zsófiával. Az Óman Béla által alkotott a Magyar Vitéz címet viselő szobrot nem véletlenül nevezik vándorló szobornak is, hiszen Székesfehérvár több pontján állt már. Eredetileg a Vitézi Székház épületét díszítette, majd annak felújításakor átkerült a mostani Mátyás kúthoz, de pihent egy ideig raktárban is, jelenleg pedig az Ady Endre utca és az Oskola utca sarkán látható. Négyesi Lajos, a Szent István Király Múzeum tudományos igazgató helyettese a Fehérvár Televízióban beszélt elsőként felfedezéséről, melynek eredményeként sikerült kideríteni, hogy Zrínyi Miklóst ábrázolja a szobor. Felmerült a gondolat, hogy a Magyar Vitéz szobrát átnevezzék, azonban ezzel kapcsolatban Demeter Zsófia úgy fogalmazott, hogy az alkotó joga meghatározni azt, mi a címe a szobornak. A szerző évekkel ezelőtt beszélgetett Schmidl Ferenc lányával, Bándi Jánosnéval, aki sok izgalmas emléket osztott meg vele, hiszen apja és Óman Béla szoros kapcsolatban voltak. A 38-43 közötti idő az végül is a belvárosi szeletünket Óman Béla igenis meghatározza. Például a Schmidléknek a villáján is, amit Schmidl Ferenc tervezett a saját családja számára, álma is, Várkörút 7, egy Óman Béla szobor van, egy Szent József szobor, amit a családi tisztelet miatt került oda erre a házra. Ma jól látható, levették róla a folyondárt, úgyhogy ma ismét jól látható ez a szobor. Tehát mondhatom nyugodtan, hogy ez egy jó családi kapcsolat volt, munkatársi kapcsolat is, Schmidl Ferenc és Óman Béla között.
Tehát Bándi Jánosné mesélte, hogy az ő nagy szobájukban történtek a megbeszélések, és amire ő akkor még süldőlánykaként emlékezett, az a Vidézi székháznak az építése vagy tervezése volt. A Vitézi székházat Schmidt Ferenc tervezte. Ő híres volt arról, hogy a kilincsekig bezárólag mindent megtervezett, tehát azt, hogy mivel díszítjük, ugye természetesen Ómann Béla díszítette, és Ómann Béla készítette el a Magyar Vitéz szobrát. Most én nem tartom egészen véletlennek, hogy nem azt a címet adták neki, hogy Zrínyi Miklós, hanem azt a címet, hogy a Magyar Vitéz. Indoklásában a történész azt is kifejtette, hogy egyrészt az alkotó határozza meg a címet, másrészt pedig a megrendelő, valamint a kor szokásaira is ráirányította a figyelmet. A vitézi székházak nem csak Fehérváron épültek, hanem példának tudom hozni Balassagyarmatot, az én nagyapám is szobrokat készített az ottani vitézi székházra is, és a hét vezért készítette el, de nem az van odaírva, hogy Álmos elődönkuntásóba töhötöm, hanem hogy a hét vezér a magyar vitézek. Tehát ez volt a szokás is. Magyarul a vitézi székházra ugye a magyar vitéz allegóriája, alakja került. Nyilvánvalóan Ómann Béla választotta ki hozzá Zrínyi Miklós teljes joggal, semmi probléma azzal, hogy az ő arca kerül vissza. Nem is hiszem, hogy mi vagyunk az elsők, akik felismertük, hogy ez tulajdonképpen Zrínyi Miklós, de az alkotó joga meghatározni azt, hogy mi a címe a szobornak, a Magyar Vitéz. Valóban vándorló szobor itt ott, amott láttuk a történelem folyamán. Érdemes megjegyezni, hogy a vitézi székház ma is áll Székesfehérváron, csak aztán a 70-es években eléje került a szakszervezeti székházként ismert irodaház. A Magyar Vitéz szobra egészen az átalakításig, 1967-ig az épület bejárata előtt állt egy konzolon. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!